Magyarország leghosszabb gokárt pályáján tartotta a diák önkormányzati napját a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium. Az iskola igazgatója fontosnak tartja, hogy a sok tanulás és mindennapi feladatok mellett legyenek olyan napok is, amikor a diákok szervezett programok között ki tudnak kapcsolni. Ez a távolugró állomás az egyik helyszíne a 10 feladatból álló akadályversenynek, amit a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium diák önkormányzata szervezett a tanulói számára. Itt már a traktorhúzásban versenyeztek a gyerekek. Ennek az állomásnak a korábbi években is nagy sikere volt, így idén sem maradhatott ki a versenyből. Mogyorosi Attila az intézmény igazgatója szerint fontos, hogy a diákok ne csak iskolai körülmények között találkozzanak. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a sok tanulás mellett és a mindennapok feladatai mellett legyenek olyan időpontok is, legyenek olyan napok is, amikor a gyerekek, a diákok egymással kicsit más környezetben is megismerkedhetnek, illetve találkozhatnak. Hozzátette, szerették volna, ha sok programmal telik a diákok napja, amelyen az 5. osztályosoktól a végzős tanulókig mindenki jelen van. Minden osztály megszervezhetett egy állomást, így például az egyik csapat azt találta ki, hogy utána jár, mennyire ismerik az 5-karikás játékokat a társaik. Azért ezt választottuk, mert ugye idén lesz olimpia Franciaországban, és emiatt el köré építettük ezt az egész programot. Mi ketten egy olyan feladatot vezettünk egy másik osztálytársunkkal, hogy olimpiai személyeket kellett felismerni, és akkor a nevek azok meg voltak adva, és igazából azt hittük, hogy nehezebb lesz, de nagyon jól teljesítettek az emberek. Az az állomás, ahol a nemzetek himnuszát kellett felismerni, szintén nagy siker volt. Emelte ki a diák önkormányzatot segítő tanár. A feladatok között találhatók legeknek a megtalálása, található valóban sportfeladat, távolugrás, 50 méteres futás, hogy ne húzzuk nagyon az időt, picit azért meleg lett. Ezen kívül természetesen a rendőrség is segítségünkre van abban, hogy a programokat kiteljesítsük. Itt már a rendőrség által bemutatott úgynevezett ittas szemüvegben próbálja teljesíteni az akadálypályát egy középiskolás diák. A Nógrád Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figyelmet fordít a középiskolások közlekedésbiztonságának fokozására. Tavalyi évben indított programsorozatunk lényege, hogy a középiskolás korosztályt felhívjuk az ő rájukra cselekedő veszélyekre, illetve a közlekedési szabályok betartásának a fontosságára. A stannál különböző kresszkvízeket, pázlöket, feladatlapokat próbálhattak ki a diákok. A diáknapon a kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálta a számára érdekes elfoglaltságot. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen programok. Nekem nagyon tetszik az összes program, most ez a kokertozás nagyon jól esett, jó volt, vicces is volt, veszélyes is, de úgy összességében nagyon tetszett. Mindig jó programokat találnak ki, az igazgató úr is nagyon kedves, és nagyon jó, hogy így lehet többféle programot kipróbálni, meg lehet itt játszani, jól érezni magunkat. A földön végre hagyjuk egy motozást. Egyik oldalról, aztán pedig a másik oldalról. Az eseményen jelen voltak a büntetés végrehajtás munkatársai is, akik megmutatták, milyen módon vezetnek egy fogvatartottat, vagy hogyan zajlik egy közelharc. Utóbbit a diákok is kipróbálhatták. A program motocross bemutatóval zárult.